mögöttünk látható ultrafilterberendezés először Magyarországon a Hidrofilt Kft. Kivitelezésében valósult meg ivóvízkezelő rendszerként. A vízben nem oldott anyagokat, így a vírusok és a baktériumok szinte 100%-át visszatartja, a vízkezelő berendezések tervezésével, gyártásával és karbantartásával foglalkozó vállalkozás innovációja mikrobiológiai szinten is garantálja az ivóvíz minőségét. Először szennyvízkezeléssel, utána pedig már a nagy tisztaságú vízkezeléssel is be tudtunk törni a nagyipari cégekhez. Ma már rengeteg gyógyszergyárnak, erőműnek szállítunk vízkezelő rendszereket, jelen vagyunk most már vegyipari cégeknél. De nem csak az iparban, hanem a mezőgazdaságban is szükség van a vízkezelésre. Úgyhogy például az állatoknak az itatóvizét, az üvegházas vízkultúrás paradicsom uborka kertészeteknek a vízkezelését is mi végezzük, és amikor ezeket a termékeket utána feldolgozzák, akkor pedig az élelmiszeriparban is ott van a vízkezelő rendszerünk. Mindez a tudás már a Nagykanizsa és Veszprém térségében létrejött kompetencia központ része. Ezek a kompetenciaközpontok egy meghatározó szkóppal rendelkeznek, nem úgy általában nyújtanak támogatást, hanem például, mint a Pannonia Egyetemnek a Nagykanizsai kompetenciaközpontja, a körforgásos gazdaságban sok minden tartozik bele. Itt alapvetően a vízre, a használt vízre, szennyvízre, egyéb más használt víz típusokra épült ki egyfajta tudás. Megnéztük azt, hogy van az országban valahol máshol például hulladékkal foglalkozó kompetenciaközpont, nincs. Tehát azt mondtuk, hogy akkor ezt bővítsük ki. Tehát akinek Magyarországon olyan kérdése van, hogy mondjuk a anyagában történő újrahasznosítás követelményét, ami 65% lesz 2035-ben, hogyan tudja kielégíteni mondjuk egy vállalat, na akkor ez idejött, és ezt megkérdezhet, és fog meg neki erre támogatást nyújtani, de úgy alapvetően akár technológiai, akár valamifajta kutatási támogatás. Ez a központ, a kompetencia központnak a lényege. A kutatóhelyként is működő felsőoktatási intézmény, jelen esetben a Pannon Egyetem, a kompetencia központ égisze alatt teremt kapcsolatot a környék vállalkozásaival. Egy olyan témát vállaltunk fel, amelyet, hogyha sikerrel teljesítünk, akkor valóban Európa központjává tudjuk tenni körforgásos gazdaság területén ezt a nagykanizsai központot. Itt minden feltétel megvan ahhoz, hogy ez a projekt egy évtizeden belül nemzetközi eredményeket érjen el. Az egyetem is 20 éve jelen van Nagykanizsán, azzal a tudással, amely nagyon szorosan kapcsolódik a körforgásos gazdaság témaköréhez. És a bónuszként a két fő szereplő között tulajdonképpen megvan a kémia, már 70 éve szoros és eredményes kapcsolat van a MOL, illetve a Pannon Egyetem jogelődje között. Ezeknek az ipari járműveknek és eszközöknek egy része hamarosan múzeumba kerül. Itt ugyanis a projekt részeként tudományos és innovációs parkot is létrehoznak Nagykanizsán. Palkovics László egy következő lépésnek nevezte, hogy a Magyarországon létrehozandó 10 Science Park egyikét ugyancsak Nagykanizsán alakítják ki, amire 38 milliárd forint Európai Uniós támogatást vesznek igénybe. A Nagykanizsai Kutatóközpont és Tudományos Park adhat helyet a nagy jövő előtt álló hidrogénkutatás egyik magyar innovációs projektjének is. A Science Park a jövő reménye. Jelen pillanatban egy olyan beruházás bejelentése történt, amelyik egy 5 milliárdos beruházás, és annak a bizonyos későbbi Science Parknak, ami döntésre vár, megvalósítása döntésre vár, az előzménye. Ugyanis egy olyan központ jön létre, amelyik bizonyos területeken kutatásokat végez, olyan kutatásokat végez, amit a későbbiekben reményeink szerint a gazdaság használni tud, ez azt jelenti, hogy pénzé lehet váltani. Három területet emelnék ebből ki. Az egyik a hulladék gazdálkodás, a hulladék újrahasznosítása. Nagyon fontos dolog, hisz energiát, lehetőséget dobunk ki akkor, amikor szemétbe dobunk csomagolóanyagot vagy más termékeket. A másik fontos terület a már említett vízgazdálkodás és egyebek mellett a megújuló energia hasznosítása lesz a kompetencia központ fókuszában. Birtner Zoltán, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, a két nagykanizsai beruházás jelentőségét ahhoz a hatalmas lépéshez hasonlította, mint amikor Magyarországon elsőként éppen Zalában indult el az olajipar. Felidézte, hogy a hivatal célja a tudás létrehozása az egyetemi hálózatra és a velük együttműködő vállalatokra építve.